idei születi napok alkalmával elkészítettük az ászlónkat. Ugyanez a kék szín, ez a bizonyos Európa kék, rajta Schubert Péter barátunk által tervezett emblémával. Ennek ma az állása megtörténik. A zászló ősi jelkép, mely mindig és mindenütt szent, vagy szentnek vélt eszméket hirdetett és jelenített meg. Arra kérünk Istenünk, hogy szenteld meg, és áld meg ezt a zászlót, hogy akik a zászló alatt összetartoznak, mindig olyan célért küzdjenek, ami neked is tetszik, ami valóban szent. Áld meg mindazokat, akik a zászló jelképe alatt énekelnek, hogy énekük mindig a te dicsőségedre, és mindannyiunk örömére szolgálja. A megáldott zászlóra valamennyi kórustag esküt fog tenni, és vele egy időben Ribbing Ferenc borász barátunkat tiszteletbeli muslincává avatjuk. Ő nagyon önzetlen támogatója a kórusnak, tehát a muslincák torokkenő anyagát, illetve üzemanyag készletét megfelelő módon biztosítja, és még nagyon jelentős, hogy szinte valamennyi dalunkat ismeri és tudja, és énekli velünk. Ezt tapasztaltuk a születi napokkor, amikor a Feri sátránál énekeltünk, velünk együtt, és a tömeggel együtt énekelt a dalainkat. Mi? A szekszárdi muslinca kórus felesküdött, ez ugyan még később fog megtörténni, de felesküdött közössége számba véve a szekszárdi bor készítésében, hírének öregbítésében legjelesebbeket, Ribbing Ferenc borász urat, a muslincák iránti odaadó nagyvonalúságát, valamint repertoárjukban való imponáló jártasságát is értékelve, a Feri bocsánat, valamennyi dalunkat tudja. Tehát ezt meg kell jegyeznem. Tehát is értékelve, alkalmasnak találjuk arra, hogy számára a, és most tessék kapaszkodni, honoris causa, Franciscus Ribbing, Drosophila melanogaster, azaz tiszteletbeli muslinca címet adományozunk. A muslinca férfikarnak van is oka az ünneplésre, hiszen mondhatni sikert sikerre halmoznak, a közönség szereti a kórust. A legcsodálatosabb dolog az, hogy mindenféle rendű, rangú, életkorú és mindenféle állás nélküli, most az állást úgy értem, hogy semmiféle pártállás és egyéb nincs benne, mert ugye ma hazánkat eléggé átszövi ez a dolog, hogyha már a barátom se gondolkodhat másképp, mint én, mert akkor már rögtön nem a barátom. Tehát ez itt nincs meg, hála Istennek. Itt nagyon jól érzik magukat a férfiak, természetesen az ének az összekötő kapocs, jó közösségi alakultak. Ez a mai este is ennek a közösségnek a jó közösségek megjelenítője. Olyan drukkal indultunk el az elején, hogy vajon hogy fogják fogadni, hogy ez a sok, hát nem egészen a legfiatalabb korosztályú legény itt elkezd énekelni, de amikor kimentünk, és erre a Jula egyébként felkészített bennünket, ez egy kicsit azért olyan lesz, hogy né, ott van a művész úr, ott van az igazgató úr, ott meg a Laci, né, az edző, ott van a... Tehát egy olyan, hogy így megismernek bennünket, mert azért Szekszárd nem egy olyan nagy hely, úgyhogy nagyjából azért majdnem mindenki eléggé ismert. És amikor először láttuk, hogy csillog az emberek szeme, és nagyon megtapsolnak bennünket, ez valami piszak jó érzés volt. Ez a kórus a miénk, ez tipikus szekszárdi. Itt a családok, akikből jöttek a muslinca férfiak, azok ugye mind nagy drukkerek, minden fellépésen ott vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy Szekszárd büszke lehet arra, hogy van egy ilyen közössége, aki bordalokat énekel, hiszen azért a bor itt nagyon fontos szerepet játszik. A muslinca férfikarnak a közeljövőben is akad majd dolga, ugyanis sok helyen lépnek fel, ahol azonban bárki megnézheti a kórust, az a március 15-i szekszárdi ünnep lesz, ahol Kossuth dalokat énekelnek majd.